mérkőzés után nem lehettek elégedettek az egy ponttal, jól gondolom? Természetesen igen, hiszen nagyon sok helyzetet kialakítottunk. Úgy gondolom, hogy egész mérkőzésen szinte a Vidi fölé nőttünk, nagyon jól játszottunk, sok helyzetet kialakítottunk, sikerült két lesgolt is szereznünk, sajnos ma ez csak egy pontra volt elég. Mi történt itt a végén, hiszen a videótól már, illetve a Hunfehérvár már ember hátrányban volt, volt egy szabadrúgásuk, és szépen próbáltak kifejelni a labdát, aztán hát rossz helyre ment. Hát igen, tudtuk, hogy a Fehérvár nagyon erős a pontrúgások után, erre külön készültünk. Sajnos egy ilyen szituációban nem szabad gólt kapni, főleg emberelőnyben voltunk már. Úgy érzem, hogy kezünkben volt a meccs, az ilyen szituációban sokkal jobban kell koncentrálnunk. Ugye ahelyett, hogy 4 pontra csökkentettétek volna hátrányatokat a DVSC-vel és a Honvéddal szemben, most 6 a hátrány, de 6 forduló van még vissza, hogy látod? És közben ugye a Fradival is feljátszottak, hogy látod, behozható még a velük szembeni hátrány? Nagyon nagy behozható még, mindent meg fogunk tenni ennek érdekében. Most az, hogy a Fradi ellen is kell még játszani, az igazából mindegy, mert úgy érzem, hogy bárki ellen tudunk hasonlóképpen játszani, mint ahogy ma is. Úgyhogy szerintem ez még behozható, csak az a helyzet, hogy ezután muszáj 3 pontokat szerezni, és az ilyen meccseket muszáj behúzni, különben nem lesz esélyünk. Jövő héten ugye majd a Paksal játszotok, ők nekik is kicsit most hullámzó a teljesítményük, de hogyha mondjuk az veszük, hogy a Fehérvár elleni jól játszottatok, kivéve itt a végét persze, ilyen játékkal megverhető a Paks is? Úgy gondolom, hogy ilyen játékkal a bajnokságban bárkit meg tudunk verni, főleg, hogyha a végén a helyzeteknél sokkal jobban koncentrálunk, vagy talán kicsit több szerencsénk van, akkor ezt a meccset is akár több góllal megnyerhettük volna, hogy ezt a játékot kell átmenteni a következő hétre is a Pakson, és akkor úgy gondolom, hogy nem lehet gond. És én szó azért a gólodról is, szabadrúgásból jötted, ugye minden úgy történt, ahogy eltervezted, és mikor tervezted el már, amikor felrúgták a csapattársakat? Amikor megkaptuk a szabadrúgást, akkor már úgy éreztem, hogy ezt én fogom ellőni, aztán láttam, hogy a sorfa hogy áll fel, utána eldöntöttem, hogy hova fogom rúgni, és szerencsére be is lőttem.